Tegnap este a 100. adását láthatták a nézők az Erdély Magyar Televízió közéleti, politikai élő magazin műsorának, a 24 plusznak. A jubileumi adás előtt a mindennapi kihívásokról kérdeztük a műsorvezetőket. Mert az élet pörög. Parlamenti ülésszak. Kormányzás. Autópályaépítés. Környezetvédelem. Medvekérdés. Külpolitika. Mi mindenre figyelünk, hogy önöknek könnyebb legyen eligazodni a sokszor követhetetlen valóságban. Ismerhetik már az Erdélyi Magyar Televízió 24 plusz című műsorának két műsorvezetőjét, akik április 12-től azon dolgoznak, hogy az aktualitásokról, a nap legfontosabb témáiról tájékoztassák az erdélyi közönséget. Hétfőtől csütörtökig minden este 8 órától szakértőkkel, közszereplőkkel próbálnak az aktuális hírek kapcsán felmerülő kérdésekre választ találni. Nem volt ez másként a tegnapi 24 pluszban sem, amely a 100. élőadása volt a műsornak. Kihívások azok mindennapiak, hiszen nem egyszerű beszervezni a meghívottakat. Téma az mindig adott, hiszen a közélet az sosem alszik, és mindig van, amiről beszélni, fél órát minimum, de akár sokkal többet is. Az a nagy kihívás, hogy hogyan sikerül megfelelő szakértőket, megfelelő érintetteket, illetve megfelelő közéleti szereplőket, politikusokat beszervezni a műsorba. A 24 plusz stábjának feltett szándéka, hogy közelebb hozzák, érthetővé tegyék a politikai döntéseket, amelyeket tőlünk távol hoznak meg ugyan, de hatással vannak mindennapjainkra. A műsorral több lett az Erdélyi Magyar Televízió, és több lett az Erdélyi Magyar Média is, hisz olyan tartalmat sugároz magyar nyelven az erdélyi nézőknek, amellyel máshol nem találkozhatnak, vélte Farkas István. Azért vállalkoztam arra, hogy a 24 plusz stábjának a részese leszek, mert hittem ebben a projektben, és ha valamiben hiszek, akkor azt tűzön vizen át végigviszem. Tudtam azt, hogy a 24 plusz az nem egy-két hónapos vállalkozása lesz az Erdélyi Magyar Televíziónak, hanem sok-sok éven keresztül még műsoron lesz, és sok-sok éven keresztül fogjuk tudni tájékoztatni az erdélyi magyar nézőket a hazai valóságról. Ma este a híradó után is lesz 24 plusz. A vendégek Hegedűs Csilla, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára, illetve dr. Lorenzovics László orvos közgazdász lesznek, akik az országos helyreállítási tervről beszélgetnek Jakab Orsolya kolléganőnkkel.